Cluj, mivel egy nagyon rendhagyó város, talán a legnehezebb klasszikus tippeket adni vele kapcsolatban. Sokkal könnyebb a nagyon extrákra és a meglepőekre rámenni, de amik most következnek, szintén extrák a saját műfajukban, úgyhogy jöjjenek is! 1. Light Move Festival. Buzsnak a zseniális találmánya, hogy egy jó pár éve kitalálták, hogy szeptember utolsó hétvégén rendeznek egy fényfesztivált, ahol az egyébként is bombasztikus építészetet megdobják még ezekkel a fényjátékokkal, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogyha a szeptember utolsó hétvégén van egy szabad pár napja, az jöjjön el megnézni. Ez tulajdonképpen egy fényfesztivál. Minden év szeptemberének utolsó hétvégéjén a művészek fényekkel világítják meg Vucs épületeit, színes és izgalmas ragyogást adva a városnak. A fesztivál programjában egyedi audiovizuális vetítések és 3D-s térképsók is szerepelnek. Kettő. Azalevajka. Lengyelországban nem nagyon jellemzőek a regionális ételek, úgy egész Lengyelországban olyan hasonló ételek fordulnak elő, mondjuk jó változatosak, de azért előfordulnak, így Vucsban is, például a zalewajka, ami egyébként nagyon hasonló, mint egy zsurek. Régebben azt mondták, hogy ez a szegény embernek a zsurekje, mert hogy ugye ez egy ilyen ipari terület volt, és a melósok ezt ették, de manapság már ez nem igaz, hogy a szegény lenne hihetetlen gazdag leves. Mindenképpen érdemes megpróbálni, szóval zalewajka, Vucsban zalewajka. Oké? Okay. És akkor kóstoljuk is meg. Hát ez egy kifejezetten gazdag és ízgazdag leves. Vucs klasszikus levese a zalewajka. A szegények zsurekjének is nevezik, mert sok a közös bennük. Tulajdonképpen ez is savanyított rozsleves burgonyával. De itt először a burgonyát fűzik meg a fűszerekkel, és aztán öntik rá a levest. Hagyományosan hagymát, fokhagymát, sót és borsot, sárgarépát és gombát tesznek hozzá, néha szalonnát is. És nagyon finom. És persze nagyon vudzsi. 3. Az orientárium. Parancsoljon, uram! Ne zavartassa magát, hogy felvétel van. Vucsban jöjjenek nyugodtan el! Van itt egy csodálatos állatkert is, a legfontosabb része az az orientárium és az egyik spéci rész is, hiszen itt az ázsiai szigetvilág, illetve az Indiai-óceánnak a környékének az állatvilágát próbálják bemutatni, és egyébként nagyon fontos munkát végeznek azzal is, hogy megmentenek bizonyos fajokat. Szóval itt található ez az épület mögöttem, az orientárium, ezt most kívülről nem fogjuk megmutatni, mert egyből bemegyünk. Következő helyszínünk egy állatkert. De valljuk be, állatkertet elég sok városban találunk szerte a világon. Viszont az egyik része, amit orientáriumnak hívnak, egyedülálló. Hogy miért? Az orientárium ugyanis Európa legmodernebb pavilonja, amelyet kifejezetten Dél-Kelet-Ázsia állat- és növényvilágának szenteltek. Fontos, hogy az állatokat nagy terekben tartják, más fajokkal és változatos környezetben. 35 szárazföldi állatról, és 180 halfajról beszélünk. Legkülönlegesebb pedig talán, ahogy az indiai elefántokat meglehetősen érdekes szögből a vízben láthatjuk. 4. A Piotrkowska utca. Vucs fő ütőerét, mint kötelező elemet nem lehet kihagyni a felsorolásból. Európa legnagyobb bevásárló utcáját, ahol ha valamit nem találunk, az talán nem is létezik. A Piotrkowska egész évben lüktet az élettől. Érdemes bepillantani a hátsó udvaraiba is, mert mindenhol eldugott csodákat láthatunk. És a homlokzatokra is kötelező felnézni, mert tel is tele van eklektikus építészeti részletekkel, karyatidák, domborművek, öbölablakok, és sorolhatnám. De a lábunk alá is figyeljünk, mert látni fogjuk a Vucs filmes örökségére utaló csillagokat. Nagyszerű neveket láthatunk itt. És ha nem is vagyunk lengyel kultúra expertek, Vajda, Polanski vagy Agnieszka holland neve, akkor is mondhat valamit. 5. Az ipari örökség. Vucs ipari öröksége is kötelező. Persze nem is lehet kikerülni, hiszen ez a város lényege. Mindenhol belefutunk a posztindustriális épületekbe, a csodás manufaktúrába,
A Scheibler textilipari komplexum, ami Papmalom néven fut manapság, szintén megkerülhetetlen a benne leledző filmes kincsekkel. De a Fehérgyár is, a Geyer család egykori birodalma a múzeumjaival. Akárcsak a jobbnál jobb kreatív terek, az offok, az éttermekkel, spéci boltokkal, kávézókkal, de van itt még valami más is. Búzs már többször kiderült, hogy mennyire különleges város, abban is különleges, hogy két állomása közül egyik sincs a központban, így amikor az egyszerű turista ideérkezett, nem talált itt semmit, csak egy mondjuk egy erőművet, és pont ezért gondolták itt a Fabricna állomás mellett, hogy létrehoznak egy technológiai múzeumot, egy képregény és videójáték múzeumot, illetve egy filmintézetet is, és természetesen nem húsba lennénk, ha nem gondolták volna újra ezt az egészet, úgyhogy ez megint csak egy olyan tér, ami wow. Tudományos technológiai centrumot egy 2000-ig működő erőműből csinálták meg, és az óriási gépek és az eredeti hardverek még mindig a kiállítások berendezései. A múzeum lépésről lépésre végigvezet az áramtermelés teljes folyamatán, az erőműbe érkező széntől az otthoni használatig. De ebben a komplexumban van egy frissen nyílt csoda is, amit érdemes meglátogatni. Az egyetlen oktatási és kulturális tér Lengyelországban, ami teljes egészében a képregényeknek és számítógépes játékoknak szenteltek. Sőt, segítenek azoknak, akik esetleg képregények alkotásában vagy játékok fejlesztésébe gondolkodnak. Elég szuper, nem igaz? Szóval, ilyesfajta klasszikusok vannak a városban, amik tulajdonképpen nem is annyira tipikus klasszikusok, de hát nem csoda, Vucsról beszélünk, a különleges Vucsról.